A versennyel egybekötött pályaavatón a karcagvárosi önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a jelenlévő fiatalokat, felnőtteket. Magyar Sport napján tudunk átadni egy olyan új fejlesztést itt a városban, amely a szabadidősportot, a mozgást, az egészséges életmódot hivatott szolgálni. Én nagyon örülök annak, hogy egy újabb ilyen létesítménnyel gazdagodtunk egy olyan környezetben, ahol már több lehetőség is van és volt, és ahogy itt mögöttünk az építkezésen látszik, lesz is sokkal több sportolási lehetőség. Én bízom abban, hogy szolgálni fogja az egészséges életmódot, szolgálni fogja a szabadidő hasznos eltöltését, és mindenki, aki ide kijön, legyen az bármilyen évszak, hiszen lehet ezt használni télen, nyáron, ősszel, tavasszal, az valamennyi évszakban és valahányszor, ahányszor ide kijön, jól fogja érezni magát. Én kívánom azt, hogy ez a mai rendezvény is szolgálja ezt a sport élményt. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint a verseny már az átadás előtt elkezdődött. Régen azt mondták, hogy a gyerekeket a lakásba hazacsalni volt nehéz. Kint az utcáról, az udvarról, a fociból, most pedig kiküldeni nehéz őket. Én bízom benne, hogy azok a fejlesztések, amelyek Karcagon most folyamatban vannak és már megvalósultak, a sportpálya, a pumpapálya, a játszótér és ez a kerékpáros pálya mindenképpen a győzelmet fogja biztosítani a fiataloknak, az aktív sport, a kikapcsolódás és a szabadidő felé. Mindenkinek balesetmentes és jó versenyzést kívánok!